Elkezdtük a telepítést, ma az őszi telepítést. Négy mázsa, bocsánat, pár kilóval több, tehát 426 kiló két nyaras süllő került a tóba, körülbelül 20 dekásak, gyönyörűek, szépek. Ez a desedába, és a töröcskei tóba pedig 10 mázsa ponty és 4 mázsa amur. Ott a hétvégén a tilalom szabadultával lesz az évad záró horgászverseny. A töröcskei tóval ezzel végeztünk, hiszen szeptemberben 5 mázsa pontyot és 2 mázsa süllőt telepítettünk. Ott már befejeződött ezzel a telepítés, vissza van a deseda, itt 70-75 mázsa méretes pontyot, tehát kiló és a másfél kiló körüli pontyot fogunk betelepíteni, és hát itt is lesz jövő hétvégén, 27-én az évad záró horgászverseny. Telepítés az egész pontosan majd a halász mondja meg, hogy mikor hozzuk, de a telepítést azt úgy fogjuk végezni, hogy általában hét közepén, tehát szerda vagy csütörtöki napon lesz, és a hétvégén vagy szombaton, vagy vasárnap meg fogjuk látni, ez a néhány nap után már lehet horgászni, tehát néhány napos tilalmat kívánunk kijelölni. Az Imperial Capras Boilis Kupa zajlik, 21 csapat, 4 ország részvételével, és végre a desed az igazi arcát mutatja, hiszen mindenki fogott már halat, van, aki, illetve több csapat már 10 fölötti halat, hiszen a limit az 5 kg, illetve 60 centi, ami azt hiszem, hogy méltóképpen prezentálja a tavunkat, és van olyan csapat is, aki csak nagy halat akart fogni, hát ő neki bejött, 4 darab 10 kg felettit fogott. Én őszintén remélem, hogy így fog ez tovább folyni, és a desada ismét a pozitív arcát mutatja, úgy, mint a pergetéskor. Mint a becsült számokból tudjuk, 15 ezer kiló vinasz került a Kapos folyóba, a város névadó folyójába, amit tulajdonképpen sajnálattal konstatáltunk, és ez egy közel 10 kilométeres szennyező dugót hozott létre a folyóban, ami egészen a Sióig haladt, és már ott is pusztultak a halak el. Megkezdtük a tárgyalásokat a kaposvári cukorgyárral. Most ott tartunk, hogy egy személyes tárgyalás után mi benyújtottuk a számlát, erről majd tájékoztatjuk természetesen az egyesületünk tagságát. Közel jövőben várhatóan nem lehet már csak a vizsgálatok miatt sem és a kártérítési igényünk miatt sem horgászni a vizen, hiszen ez az anyagnak az utólagos hatásáról még nem tudunk. De várhatóan úgy néz ki, hogy a jövő év végéig még nem lehet horgászni a Kaposon. Igyekszünk minden tárgyalást, minden fórumot arra felhasználni, hogy ha más nem, valami módon kártalanítsuk a horgászainkat, és ismét élővé tegyük a folyócskát. Amit el kell még mondanunk, az örvendetes hír, hogy a végső etapba érkezett, és hamarosan pecsét kerül minden engedélyre a halőrházunk körül, ami már több, mint halőrház, hiszen aki erre jár, az láthatja, hogy 100-150-160 embernek rendezvényközpontként üzemel. Itt ez a létesítmény, ez több annál, mint egy egyszerű szolgálati hely ma már, hiszen ide bármikor külföldieket is fogadhatunk, és ez úgy néz ki, hogy hamarosan meg is lesz, hiszen előre haladott tárgyalások vannak, illetve már előkészületben van, a Magyarországos Horgász Szövetség akkreditálta a desedát a 2016-os pontyfogó világbajnokságra, de még egy jó hír, hogy a pergetőink elvitték a hírét a tónak, és az azt jelenti, hogy hamarosan akár pergető világbajnokságot is rendezhetünk itt, hiszen a tónak a paraméterei, körülményei és a lehetősége olyanok, hogy erre alkalmas. Ez mind számunkra örömteli jó hír.